Haló, haló, szervusztok! Szép jó estét mindenkinek! Ez itt a mi szép mai adása. És mai adásban részt vesz kiváló kollégám és harcos társam, Özvegy Takszer Offer Mátyásné, aki egy stílusos módját mutatja be a karanténnak. Alszik. Ezt javaslom nektek is, nagyon pihentető ez az időszak. De ami még ennél is sokkal jobb hír, hogy itt van velünk ma, az ifjú rendezők doájenje, a magyar Philip Seymour Hoffman, a szegény ember Ricky Gervaise, tehát fogadjátok kérlek, sok szeretettel egy Dévényi Ádám számot fog nektek játszani, Göttinger Pál. Nekem a lámpa piros vagy sárga, sohase zöld, és akkor is kék. Mégis úgy mennék át a két part közt, mintha már semmitől se félnék. Lehet, hogy másnak más mutatnának, de nekem most csak torz képet állj. Egy Supermannek is sok lenne biztos, előre tudni, hogy rá mi vár. Én már hiába öregedtek, meg nem tanulok, én már csak felejtek, jó lenne néha befele sírva megpihenni a lámpák alatt. Csak állni, várni, csak állni, állni, nem erőltetni, úgyis hiába, soha se zöld, és akkor is kék, vagy piros, vagy sárga. Nekem a lámpa, nekem a lámpa, piros vagy sárga, sohase zöld, és akkor is kék. Mégis úgy mennék át a két part közt, mint ha már semmitől se félnék én. Köszönjük szépen Palinak ezt a szép dalt, és most... Hát megmutatom, mert a múltkor is megmutattam. Tehát ebből a könyvből fogok ma olvasni. Bacsó Péter, a tanú. Dezsőnek meg kell halnia. Szólítsd, mint méla borjú száj a szorgalmas szegényeket. Rágd a szívükbe, nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet. József Attila. Pelikán József gátőr például... szintén nem akart hős lenni. Húsos, nagy darab ember volt, mázsás combjai egymást akadályozták a járásban. Nem hősnek való az ilyen. Volt egy kis szolgálati háza a Dunai-sziget csúcsában, és volt 8 neveletlen gyereke. Azért csak ennyi, mert a felesége, különben jól főző derékasszony, 2 éve megszökött egy göndörhajú román uszálykormányossal. Pelikán Jóska ma is hajnalban kelt, hogy végigmenjen szokásos útján, a vízállásmérő léceknél leolvassa a Duna állását, szemügyre vegye a gátakat. A gátak. A gátak. Ez Pelikán egyetlen igazi szenvedélye. Minden repedést számon tart, minden ürgelyukra felfigyel, tegeződik a hömpölygő folyóval, és ha rajta múlik, soha se önt ki a kiismerhetetlen nagy Duna. A víz fölött még vattás köd gomolyog, de a hajnali nap azért már átjukaszgatja éles rózsaszín fénnyel. Pelikán Jóska komótosan nevez, Ladikja orrában korcs fekete kutya, farka reszket a gyönyörűségtől. A Ladik csikorogva siklik fel a kavicsos partra. A kutya egyetlen szökelléssel kiugrik, feliramodik a meredek töltésre, megemeli a hátsó lábát, Pelikán derűsen néz utána. Aztán hirtelen kiszalad az arcából a vér. Megvesztél, négus, mit csinálsz? Üvölt a kutya után. Töltés ferdesíkjában szikrázó fehér kavicsokból gondos kézi munkával kirakott felirat. Éljen a mi nagy vezérünk. Az ostoba ebb éppen a J betűt készül levizelni, de gazdája intőszavára arrébb kullog. Pelikán felkapaszkodik a partról, szeretettel nézi a jelszót, egy-két követ megigazít. Aztán kiáltást hall a túlsó partról. Derék falubeli éjjé hang. Józsi bácsi, húst osztanak! Húst! Ez nagy dolog, mert húst a történet idején csak igen ritkán mértek. A kövér gátőr és a kutyája tehát visszarohannak a partra, és egyszerre ugranak a Ladikba. Nyikorognak az evezők, a viharvert csónakot, mintha motor hajtaná a túlsó part felé.
Pelikán Jóska és családja ugyanis már jó ideje színét se látta semmiféle húsnak. A hentesbolt előtt már sokan vannak. Öregek, fiatalok, asszonyok, gyerekek. Békésen áll a sor, nem lázadozik, nem füstölök senki. Csak állnak, mintha ez így lenne természetes. Pelikán Jóska is beáll a sorba, sok jegye közül előkotorja a húsjegyeit. De mire megtalálja, messze elől egy nagy csattanás. Az emberek riadtan kapják fel a fejüket. A lehúzott redőny csattant, amögül kiáltozza a hentes legény. Elfogyott! Majd a jövő héten! Mit tehet más Pelikán? Hazamegy. S félrevonja legidősebb lányát, Gizit, mert amióta a felesége megszökött, ő a háziasszony. Nincs mit tenni, mondja Pelikán. Kinyírjuk a Dezsőt. Gizi elbúsul, könycsepp jelenik meg a szemes sarkában. Muszáj. Pelikánnak megtorul a vére. Még ez a lány is az értelmeset játsza? Az érzelmeset játsza? Odavágja elé az asztalra a húsjegyeket. Vagy paníroz be ezeket! A konyhában ott a többi gyerek is. Az egyik felkapja a szép színes papírokat, és földobja a levegőbe. Nagy színes papírpillangók röpködnek, lassan leereszkednek a földre, a kölykök nézik, nagyokat nevetnek. Pelikán szótlanul figyeli a gyerekeit, aztán leül. Vészjóslóan mered maga elé. Nincs mit tenni. Kinyírjuk a Dezsőt. Gizi szavát alig hallani. Szegény Dezső. Meg kell halni neki, mondja ki az ítéletet Pelikán. Most éjjel. Sokára jön meg az este. Pelikán az üvegezett verandán ül és várja, hogy gyűjjön a sötét. A túlsó partról harangszót hoz a szél, aztán csönd, és végre fekete éjszaka. Pelikán föláll, bemegy a konyhába, félretolja a kecskelábú asztalt. Felemeli az alatta lévő csapóajtót, az asztalról fölmarkol egy villogó kajlakést, és leereszkedik a pincébe. Gizi még utána ad egy nyugtalanul lobogó viharlámpát. A gyerekeken fehér ing, a nyakukban piros és kék nyakkendő, az szerint, hogy kinek mi jár. 7 gyerek fegyelmezett sorban. A csapóajtó felett állnak, és fülelnek. Sokáig csend. Gizi beint a gyerekeknek, akik rázendítenek. A pince mélyén, a viharlámpa imbolygó fényében Pelikán Jóska Dezsővel, az illegálisan nevelt kandisznóval viaskodik. Dezső jó ösztönnel sejt valamit. Páni félelemben röfögve hátrál a falhoz. A gátőr a kedvező pillanatot lesi, mikor feldöntheti, vagy elgáncsolhatja. Persze nem tudni, ki fél jobban. Pelikán, vagy a kandisznó. Bot csinálta a böllér, a történelem nyomta kezébe a kést. Mindegy. Dezsőnek meg kell halnia. Pelikán hirtelen mozdulattal egy zsákot vet a disznó fejére, elgáncsolja, de ő is elbotlik, hemperegnek a földön. Pelikán káromkodik, most már valóban dübegurul, felemelkedik, és a rúgkapáló Dezső szívébe mártja a kést. Félelmes halálsikoly hallatszik fel a csapóajtó alól, de zeng a vidám induló. Odalenn, kinyúlik az illegálisan nevelt sertés. Pelikán megtörli izzadt homlokát. Fent pedig 2 rendőr zörgeti, veri a veranda üvegajtaját. Gizi összerezzen. A gyerekek összenéznek, de a nagylány intésére tovább szól az ének. Gizi félkézzel vezényel, félkézzel ajtót nyit. Egy vörösképű tizedes és egy langaléta közrendőr lép a konyhába. A vörösképű a kórus nézi gyanakodva, a langaléta közrendőr a szemre való Gizire mered. Hol az apád? Kérdi a vörös. Gizi hangja angyalian ártatlan. Szemináriumon. A vörös gyanakszik. Ének idején? Nappal kin van a gáton, mondja Gizi komolyan. És ezek itt? A gyerekek épp elhallgattak. Gizi változatlanul ártatlan. Őrsi gyűlés. A kisebbek felé fordul, harsányra vált. Őrsvezető pajtás, jelentést kérek! Pisti kicsi, vöröses szőke, szeplős, de lelkes. Jelentem, a Pelikán őrs együtt áll, a létszám, folytatná, de a vörösképű tizedes maga felé fordítja. Ide figyelj, fiam!
Van nektek disznótok? Kérdi indulattól remegő hangon. Pisti kék szeméből süt az ártatlanság, mintha leckét mondana fel. A disznó az egy patás házi állat, röfögni is szokott. Régebben megették a húsát. A tizedes tehetetlen. Kapsz egy olyan pofont, hogy te fogsz röfögni, fiam. S a többiekhez fordul. Még egyszer kérdem, gyerekek. Van disznótok? Most a legkisebb szólal meg, egy kis fekete vakarcs. Ha nincs nekünk ahhoz moslékunk. Ez döntő érv. A tizedes mélyen elgondolkodik. Gizi pedig beint a kórusnak, s az rázendít. A rendőrök kihátrálnak. A tizedes visszaszól az ajtóból. Még visszajövünk. A gyerekek győzelmesen tovább énekelnek. Aztán az apjuk mellett szorgoskodnak a pincében. Pörkölik szegény Dezső. Pelikán a tölteléket darálja nagy buzgalommal, Gizi segít. Hirtelen kutyaugatás. Mindenki megmerevedik. Fülel. Hosszú másodpercek múlnak el halálos csendben. De nem történik semmi. Pelikán arcára visszaül a mosoly, a munka tovább folyik. Fénylik a vörös hús, csikorog a daráló. Aztán hajnalban újra zörgetnek a veranda ajtón. A gyerekek már ágyban vannak. Pelikán botorkál ki hosszú fehér gatyában, ajtót nyit, a jövevényekre pislog. Nem tudnak aludni. A tizedes nem válaszol, egyenest a konyhába siet, körülszimatol, diadalmasan fölkiált. Töpörtyű szagot érzek! Érdekes, dünnyögi Pelikán ártatlanul. Én is töpörtyűről álmodtam. A tizedes egyre izgatottabban szaladgál ki, s be, még Gizi ágyához is odaugrik, s a paplanát is felhajtja. De ott más lát, nem töpörtyűt. Gizi illedelmesen felsikolt, a tizedes dühösen visszaejti a paplant, arca a szokottnál is vörösebb. Elő azzal a töpörtyűvel! A gátört buzgalom fogja el. Keressük együtt, mondja. Ahogy így beszél róla, összefut a nyál a számban. A tizedes elébe pattan, szikrázó szemmel nézi. Maga bolondot csinál belőlem? Nagy kék szempár csodálkozik vissza rá. Én bolondot magából, éppen ellenkezőleg. Én egyet értek, elvtársak. Csapjunk le együtt a bujkáló töpörtyűre. A tizedes a langaléta közrendőrhöz fordul, aki gizillegelteti a szemét. Maga nem érez töpörtyű szagot? Az összerezzen, nagyot nyel. Én érzek, de én sokszor érzek. Különösen, ha beszélnek róla. Falusi gyerek vagyok én. Marha, mondja zavartan is, megvetőn is a tizedes, és int, hogy mehetnek. De az ajtóból azért visszaszól. Még visszajövünk. Hát ez volt a mai karanténszínház. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem. Azt muszáj elmondanom, hogy iszonyatosan jó érzés, hogy miközben olvasok, látom így magam előtt a képernyőn, ahol ilyen kis karikákban bukkan föl a fejetek, és ez iszonyatosan megható, és nagyon köszönöm, hogy ennyien vagytok. És kövessétek az összes többi kollégámat is, akik esti mesével, reggeli mesével, versekkel, novellákkal, mindenfélével készülnek nektek. És nem szeretném szó nélkül hagyni, hogy ma a március 15-e, úgyhogy itt most mindennek a szabadságról kéne szólnia. Hát most egy kicsit nehéz ezt a szabadságot megélni, de én iszonyatosan javaslom nektek, hogy olvassatok, nézzetek filmet, hallgassatok úgy zenét, mint még soha, hogy nem a háttérben, hanem csak úgy, hogy csak a zenére figyeltek, szóval vigyétek el az agyatokat valami szép helyre, ahol szabadok vagytok. Ez a legtöbb, amit most tehetünk, és mossatok kezet, és fertőtlenítsetek, és maradjatok otthon, ha tudtok, és kövessétek a mi szép hashtaget. Nagyon vigyázzatok magatokra, és hát ne haragudjatok meg ezért, én egy színész vagyok, meg fogok most hajolni. Ha tapsoltok otthon, mert van kedvetek, annak nagyon örülök. Én itt egy ütemes tapsot fogok elindítani. Köszönjük szépen!
Sziasztok! Nem tudom, hogy kell kikapcsolni. Nem találom a gombot, de mindjárt meg lesz.